rendelkező előadónk, Vityi Péter, a Kürtakadémiának az ügyvezető igazgatója fogja interpretálni, úgyhogy át is adnám Péternek a szót. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Ugye én ezt az egyszerű címet adtam a előadásnak, hogy digitalizáció és HR, mert nem csak arról szeretnék beszélni, hogy a HR-t hogy lehet digitalizálni, hanem arról is, hogy egy vállalati digitalizációban milyen feladatai vannak a HR-nek, és azt gondolom, hogy elég jelentősen meg fog nőni a HR szerepe, amikor a digitális transformációról beszélünk, tehát nem a vállalat egy-egy részeit digitalizáljuk, hanem szinte a teljes működését. És amikor digitális transformációról beszélek, nem megy a slide. Oké, köszönöm. Akkor ugye felmerül a kérdés, hogy mit is jelent a digitális transformáció, és sokféleképpen lehet ezt definiálni, tehát a legegyszerűbb megérteni azt, hogy a szoftverek és az adatok felhasználásával hogy tudjuk megváltoztatni a vállalat működését, újjáépíteni, úgyhogy hogy gyorsabban tudjunk terméket szállítani, értéket szállítani, rugalmasabb legyen a vállalat, és költséget tudjunk csökkenteni. Ezt mind a hármat lehet digitalizációval csinálni, és az a nagy kihívás, hogy az ember megtalálja, hogy hol, melyik részén kezdje a vállalat digitalizációját, ez ugyanígy igaz a HR-re is, hogy melyik részén érdemes elkezdeni a digitalizációt. Hogy milyen területei vannak a digitalizációnak, akkor azt lehet mondani, hogy van egyszer a belső működés, itt azért ez már korábban is volt ilyen IT rendszerek használata. Ugye vannak a vevők, hiszen miután az elmúlt 10 évben gyakorlatilag mindenki számítógépet hordoz magával, amit mobiltelefonnak csúfolunk, de igazából ez egy számítógép, és rengeteg mindent lehet vele megcsinálni, sokkal többet, mint egy mobiltelefonnal. És utána, ha a vállalati belső működésből és az ügyfelek eléréséből kilépünk, akkor ugye a termékekbe is lehet digitális tartalmat bevinni, illetve teljesen új üzleti modelleket lehet létrehozni. Igazából azt gondolom, hogy a bal oldal az már nem opció, hanem a versenybe marás feltétele. Különösen a COVID kapcsán került elő, hogy aki nem képes online kapcsolatba kerülni a vevőivel, az iszonyatos versenyhátrányt szenved. Hogy lehet mégis összeszedni egy vállalatot, és akár egy HR rendszert is, hogy érdemes digitalizálni. És itt érdemes azt a fajta szemléletet elővenni, hogy igazából a vállalatnak a tevékenysége az bizonyos értékteremtő folyamat mentén fűzhető föl, és ez az értékteremtő folyamat az, ami alapvetően meghatározza, hogy a vállalat sikeres-e, vagy nem. Illetve hát ennek egy kiterjesztés, amikor ugye már nagy versenyben vagyunk, akkor az is, hogy a vevőktől milyen információk jönnek vissza, tehát hogy nem szimplán egy terméket adok a vevőnek, hanem egy egész experience-et. Tehát nem mindegy, hogy csomagolom a terméket, hol érhető el, tehát ugye a vevő igényeit el kell kezdeni figyelembe venni, és ezért nem csak ezt a fajta anyagáramlás fontos a vállalatban, hanem az a visszafelé jövő információáramlás is. Ami nagyon fontos, és sokszor el szokták felejteni, hogy igazából ezek a funkciók, HR, pénzügy, jog, ezeknek az a feladata, hogy kiszolgálja ezt az anyagáramlást, ez a lean szemlélet, hogy arra koncentráljunk, hogy az anyagáramlás, szolgáltatás áramlás legyen maximum, és a többi minimumon, ebből adódik az, hogy mondjuk a HR nem fogja megkapni mindig azt a büdzsét, amit elképzel magának, hogy a feladatait végrehajtsa, tehát folyamatos költségnyomás alatt lesz, hiszen a vállalat érdeke az, hogy az anyagáramlást maximalizálja, és a HR-t az pedig, hát idézőjelben minimalizálja. Tehát ez a kapásból egy kihívás. Ha most digitalizációról beszélünk, akkor ugye legegyszerűbb azt digitalizálni, ami információ. Ott nem kell bajlódni azzal, hogy egy fizikai folyamatot hogy képezek le, aztán utána hogy térek vissza oda. Tehát ezeket a kék területek, ezek bizony egyszerű, relatív a többihez képest digitalizálni, tehát ez az a terület, ahol az információkkal teszünk-veszünk, és a HR-nek is szignifikáns része kibernetikai szempontból könnyen megoldható. Most már csak az a kérdés, hogy tudjuk ezt priorizálni. És amikor HR-ről beszélünk, akkor egy ilyen képzőt, hogy miközben a HR folyamatoknak a vállalat folyamathoz, hát hogyha egyszerűen csak így beforgatjuk, hogy a HR-nek az ügyfelei azok, akik az értékáramban dolgoznak, akkor mindjárt megérkezik az, hogy ki a HR-nek a vevője,
és mindjárt megérkezik az, hogy a folyamatomat a vevő igénye szerint kellene tudnom javítani. Tehát ha digitalizációról beszélünk, akkor ahogy a vállalat gondolkozik a digitalizációról, hogy a folyamatomat javítsam, és a vevő igény szerint optimalizáljam a folyamatot, így a HR-nek is erre kell figyelni, hogy azt érdemes digitalizálni, a legfájóbb pont, és nem a HR szempontjából, hanem az ügyfelek szempontjából, az értékteremtésben résztvevők szempontjából, az business unitok szempontjából, mindenki, aki egyébként, akinek a munkáját tudjuk segíteni, hogy az értékteremtést maximalizáljuk. Hogy lehet ennek nekiállni? Ugye a vállalat digitalizációját azt úgy érdemes végig gondolni, hogy ezt a folyamatot, ennek minden aspektusát megpróbáljuk végig gondolni, hogy hol érdemes ezt csinálni. Itt szokott a legnagyobb veszekedés kitörni, hiszen a különböző disziplinában, silóban dolgozó embereknek mindegyiknek van egy ötlete, hogy mit lehetne digitalizálni, jobbá tenni, de nincs ennyi pénze a vállalatnak. Tehát egyfajta közös nyelvet kell kialakítani abból a szempontból, hogy megértsük, hogy a vállalatnak melyik a legfájóbb pontja, hol érdemes a digitalizációt bevetni. Ez az eszköz, ez a Business Model Canvas, ez egy olyan szempontból egyszerű eszköz, hogy az ember végig tudja gondolni, hogy mit csinál éppen az a unit, vagy mit csinál a vállalat, mert ez azért egyszerű eszköz, mert egy A4-es oldalon gyakorlatilag az összes kulcs dolgot föl lehet tenni, és ugye különböző területeken, a vállalat különböző területein, vagy a HR különböző területein dolgozó kollégák egy egységes nyelvet kapnak abból a szempontból, hogy mit is csinál a HR, és mi is a fő prioritás, és akkor már ki lehet jelölni azokat a pontokat, amik fájó pontok, ahol érdemes javítani a működést. Ugye ez a Canvas, Business Model Canvas, Business Model Vászon, ez a 9 mezőben definiálja azt, hogy mit csinál egy vállalat, 9 mezőben lehet azt is definiálni, hogy mit csinál egy HR osztály, ugye két kiemelt mezője van, hogy kik az ügyfeleink, és mi az értékajánlatunk, és utána, hogy az értékajánlat milyen csatornán jut el az ügyfelekhez, illetve milyen kapcsolatot akarunk kiépíteni az ügyfelekkel, az definiálja a jobb oldal, a bal oldal meg az ehhez tartozó tevékenységet, kulcspartnereket és erőforrásokról beszél. És egy példát mondjak, nyilván amikor business partnerről beszélünk, tehát egy business partner feladata az, hogy az ügyfél szegmenssel, az ügyfelekkel, azaz az üzleti unittal legyen egy dedikált kapcsolattartom, hogy jobban megismerjem az ő igényeit. És amikor arról beszélünk, hogy milyen csatornákon elégítjük el ezeket az igényeket, ott jöhetnek az elektronikus csatornák, hogy mondjuk a szabadságigénylést, a recruitmentet, egyebeket elektronikus eszközökkel megtámogatjuk. A két alsó mezőből a költség, azt hiszem, az könnyen magyarázható, a bevételnél lehet érdekes, hogy a HR-nél mit gondoljunk, egy vállalatnál ugye triviális, hogy a bevétel növelése, az, hogy a bevétel a költségek fölött legyen, az a vállalat fenntarthatóságának a kritériuma. De hogyha a HR szempontból nézzük, akkor ezt lecserélhetjük ezt a mezőt mindenféle olyan kulcs KPI-jal, ami a HR-nek a feladata. Tehát úgy merül fel a kérdés, hogy ezeket a HR KPI-okat hogyan tudjuk legoptimálisabban hozni, úgyhogy az ügyfeleket szolgáljuk ki. És akkor jöhet a kérdés, hogy az ügyfelektől miket kérdezzünk, a saját, a business partnertől, a dolgozóktól, és itt általában azt a lila mezőt szokták kérdezgetni, hogy mire van szüksége a dolgozóknak, és itt ezzel csak arra akarom fölhívni a figyelmet ezzel a kis modellel, hogy nem elég funkcionálisan tudni az ügyfelek igényeit, tudni kell azt is, hogy milyen pain pontjaik, milyen fájdalom pontjaik vannak, amit lehet, hogy nem is mondanak el. Tehát lehet, hogy mi nagyon egyszerűen be akarunk vezetni egy ilyen elektronikus rendszert, de az ügyfelek nem fogják használni, mert valami olyan pain pointot nem kezeltünk, olyan fájdalompontot, esetleg nem szeretnek számítógéppel dolgozni. Volt egy olyan hely, ahol gyakorlatilag a HRS alkalmazás az ugye PC-re készült el, de a kékgalérős dolgozók soha nem kerültek a PC közelébe, mert azon a helyen, ahol ők dolgoztak, ott csak egy PC volt, és ez nem álltak sorba a műszak után, hogy még kitöltsenek a HR-nek különböző dolgokat. Tehát az ügyfél szemével kell megnézni azt, hogy amit mi elterveztünk, amit gondolunk, amit javítani akarunk, az egyáltalán végrehajtható-e, mert lehet, hogy vannak olyan tételek, amit magunk az irodából nem látunk, tehát velük kell megbeszélni. A másik szempont, tehát ez, hogy jó dolgot csináljunk, ezt vissza folyamatosan kérdeznünk kell a dolgozóinkat, a vezetőket, hogy mire van szükségük.
A folyamat szempontjából meg, ha a vállalatban van lean-es szakember, használjuk őt, ő majd segít abba, hogy megmutassa, hogy a folyamatunkat hol tudjuk javítani. Nyilván a lean az manufacturing, tehát termelés lett kitalálva, de azért olyan folyamat, itt ez a 8 fő veszteségtípus van, aminek az eliminálásával lehet javítani a folyamatot, de hogyha arról beszélünk, hogy defekt, tehát valami HR folyamat rosszul működik, vagy reproduction, tehát újra kell csinálni, vagy wait time, ez a tipikus, tehát amikor áll a folyamat, mondjuk a recruitmentben, hogyha megnézzük, hogy mennyi ideig áll esetleg a HR-nél a jelentkezőknek a sora, mennyi időt tölt el fölöslegesen a HR azzal, hogy más csinál, amikor az üzlet számára fontos legyen, hogy az új dolgozók bejönnek, minél hamarabb fölvegyük, de éppen más csinál a HR. Tehát ezeknek a veszteségeknek a földerítésével sokat lehet javítani azon, hogy meg lehet találni azokat a pontokat, ami számára, amikor az ügyfelek igazán értékelni fogják, hogyha egy digitális megoldással ezen javítunk, szervezéssel és digitális megoldással javítunk, akkor tényleg az ügyfelek boldogabbak lesznek, és a HR tényleg értéket teremt. A következő pont, amiről szeretnék beszélni, az, hogy hogy is állunk ennek neki, és itt egy olyan tételt vennék elő, hogy ha el is képzeltük, hogy van ötletünk, hogy egy adott megoldás hogy fogja segíteni a HR működését, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez jó lesz, akkor azért érdemes azt a kételyt elhelyeznünk magunkba, hogy ez egy hipotézis. Tehát egy hipotézis az, hogyha ezt a szoftvert betesszük, akkor jobban fog működni az egész rendszert. Érdemes ezt visszavalidálni. Ha egy ilyen rendszert hoznánk, azt segítene visszakérdezni az ügyfeleknél, hogyha lehet abból egy demo példán kérni, kipróbálni pár ember, hogy tényleg úgy működik-e, tényleg amit elképzeltünk, az a valós értéket hozza, ezt hívják validációnak, ezt ugye a startup világból lehet átvenni. Ebben a felgyorsult világban annyi mindent lehet csinálni, érdemes végig gondolni azt, hogy amit elterveztünk digitalizálandó eszközt, azt azért próbáljuk ki, hogy ez tényleg a mi környezetünkben tud-e működni, és fogja hozni azt az eredményt, amit elvárunk. Ugye én önmagam mérnök vagyok, tehát nem kerülhetem meg azt a szempontot se, hogy a rendszerekkel szemben milyen elvárásaink vannak, és itt is igazából ugye egyrészt a folyamat szempontokat venném elő, másrészt az ügyfél szempontokat. Az alkalmazással szemben, itt azt hiszem két előadás ezelőtt is elhangzott, hogy érdemes azon elgondolkozunk, hogy bármilyen HR rendszert bevezetünk, és annak mondjuk a munkatársaknak kell használni ezt a rendszert, akkor ha ez egy olyan megoldás, amit be kell tanulni, akkor egy iszonyatos gátat teszünk magunk elé a rollout-ba. Tehát valami olyan érdemes gondolkozni, hogy ma konzumerként, fogyasztóként az ember milyen digitális megoldásokat használ, akár a közösségi hálóba, akár más területeken, azt érdemes behozni, mert akkor megsporoljuk a betanítás költségét, sőt, ha az egy olyan paradigma mentén építjük az alkalmazást, legyen ez chat, legyen ez web, mindenképpen legyen mobil, akkor a dolgozók szeretni fogják és terjeszteni. Tehát nem a mi feladatunk lesz az, hogy végig toljuk az egész szervezeten ellenállással szembe azt a HR megoldást, automatizációs megoldást, hanem maguk a dolgozók fogják ezt segíteni, hogy ugye láttad, milyen könnyű, milyen gyorsan, én már így csinálom, stb. Tehát ezt érdemes kihasználni. A folyamat oldalon viszont arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez a HR rendszer valószínűleg abban levő adatok, azok valószínűleg a vállalat más rendszerével is össze kell, hogy legyenek kapcsolódva. Lehet, hogy az elején nem úgy tűnik, de el fog jönni ez a pillanat, amikor az itt levő adatokat más rendszerbe is kell használni, legyen az ERP, legyen az valami reporting rendszer. Tehát ez érdemes figyelembe venni, amikor kiválasztanak egy rendszert, hogy ez meglegyen. Illetve a harmadik nem elhanyagolható szempont, hogy azért itt informatikai megoldásról beszélünk, tehát ennek van biztonsági aspektusa, üzemeltethetősége, támogathatósága. Tehát itt nem megkerülhető, hogy az IT-sokkal legalább valami kompromisszumra jussunk, hogy mi az, amit ők bevállalnak, és ne egzotikus rendszereket vásároljunk, ahol egyedül maradunk, mint HR az üzemeltetési problémákkal. Tehát én ezt a
nem belemelve a megoldásokba ezt a szempontrendszert tudom itt hozzáadni a digitalizáció, hogy ahhoz, hogy a digitális megoldásokat jól használjuk, ezeket érdemes figyelembe venni. És akkor egy kis kitekintést tennék abba, hogy ugye a vállalat digitalizációja, illetve a HR digitalizációk szempontjai mentén milyen új szempontok fognak azért megjelenni, és itt mindenképpen elővenném egy teljesen új vállalati működésnek a terjedését, ez ma Magyarországon is azért elég sok helyen van, ez az agilis működés. Agilis termékfejlesztés, agilis üzletfejlesztés. Ez három pilléren nyugszik, a gyakori vevői visszajelzés, a felhatalmazott csapatok és az iteratív fejlesztés. Ezt magában már a mi projektünkben, a HR digitalizációs projektünkben is tudjuk használni, de ahhoz, hogy egy vállalat a digitális világban sikeres legyen, és nagyon sok helyen digitalizál a vállalat, előbb-utóbb bele fog futni, hogy a hagyományos fejlesztési módszertanokkal nem tud sikereket elérni, és ilyen típusú fejlesztési módszertanok meg fognak jelenni, és ez egy olyan pont lesz a HR életében, akkor hirtelen sokkal több feladata lesz, hiszen nem mélyre ment be magában a módszertanokba, de ahhoz, hogy ezek a módszertanok sikeresek legyenek, teljesen más értékrendet a hagyományos vállalati működéshez képest, amit itt a bal oldal szürkében látszik, a jobboldali értékrendet kell tudni, arra kell tudni átlépni a vállalatnak, és itt különösen az alsó négyre hívnám föl a figyelmet, tehát ez az iteratív kísérletezés, transzparencia, hibázás és arra ráépülő tanulás, valamint együttműködés az ügyféllel, ami nagyon távol szokott állni a hagyományos szervezetektől, és olyan cégeknél, ahol a digitalizáció masszívan halad előre, és a digitális transformáció stratégiai cél, a stratégiai eszköz a célok elérésében, ott ezek szoktak a legnehezebb pontok lenni. Tehát érdemes mentálisan fölkészülni, hogy bizony az új dolgozók kiválasztásánál, a vezetők auditálásánál ezek a szempontok, legalábbis azon a területen, a digitalizáció zajlik, legyenek meg, olyan talenteket válogassunk, olyat javasoljunk a menedzsmentbe, hogy ezt a szempontrendszert mindenképpen figyeljék, mert vannak igen olyan vezetők, olyan dolgozók, akiknek nem ez a fő erősségük, azt olyan helyen kell használni a vállalatban. Tehát a digitalizációnak lesz egy ilyen vállalat működésére való kihatása. A HR úgy tud hozzájárulni a digitalizáció sikeréhez, hogyha ideje korán fölhívja a menedzsment figyelmét ezekre az értékekre, hogy ezek nélkül bizony nehéz sikeres digitális projekteket futtatni. Mi magunk az akadémián egyébként ezekbe a témába több kurzust tartunk. Különösen felhívnám a figyelmet a HR 4.0 kurzusra, szerencsétlen módon éppen ma indul, de aki csatlakozni akar, az még megteheti, hiszen mi is ebbe az online világba hibrid képzéssel csináljuk ezt, tehát az, aki az első alkalmat elmulasztotta, az még mindig be tud kapcsolódni. De hát fog ez a kurzus indulni tavasszal is, úgyhogy aki számára ezek a új módszerek, megközelítések érdekesek, azok számára ajánlom ezt a kurzust, mert részletesen végigmegyünk, hogy HR szempontból hogy lehet ezeket a metodológiákat használni. Köszönöm szépen a figyelmet!